A Biden adminisztráció minden tagja és a fősodratú média teljesen tisztában volt Joe Biden valós egészségügyi állapotával. Ezért az elnök visszalépése beismerése annak, hogy éveken át hazugságban tartották az amerikaiakat. Erről beszélt az m az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Koskovic Zoltán szerint mindegy, hogy a demokrata párt kitindít Donald Trump ellen, mert az amerikai baloldal elvesztette hitelét a választók előtt. A Demokrata párt összejátszva a CNN-nel, a New York times a és a többi fősodratú médiával egész egyszerűen hazugságban, tévedésben tartotta az amerikai polgárokat. A Biden adminisztráció minden tagja és a Demokrata párthoz közel álló sajtó egészen biztosan tisztában volt Joe Biden valós egészségügyi állapotával. Erről beszélt Koskovics Zoltán az m az Alapjogokért Központ geopolitikai szakértője szerint ennek ellenére az amerikai baloldal hagyta, hogy lemenjen egy teljes demokrata előválasztási kampány, amely során, ahogy az elemző fogalmazott, megtorpedóztak minden olyan indulót, aki valós kihívója lett volna Joe Bidennek. Így megfosztva a demokrata párti szavazókat attól a lehetőségtől, hogy ők jelöljék ki, merre haladjon a demokrata párt. Olyannyira elhiteletlenet tette a baloldal Amerikában, hogy szinte teljesen mindegy, hogy kit választanak majd a jelölt szerepére Joe Biden után, hiszen egyértelmű, hogy hónapokon, de még inkább éveken át orruknál fogva vezették lényegében a teljes amerikai társadalmat. Koskovic Zoltán szerint Kamala Harris nem azért lehet a demokrata párt új elnök jelöltje, mert bárki is alkalmasnak tartaná erre a posztra, hanem azért, mert nagyon sok pénz szorult be a Biden-Harris kampányba és ha nem Harris lesz Biden utódja, akkor több mint 100 millió dollárt, majdnem 40 milliárd forintot kellene visszafizetni az adományozóknak. Több befolyásos demokrata politikus mellett még valaki kiállt Kamala Harris mellett. A magyar nemzet lett figyelmes arra, hogy Soros György fia is Joe Biden alelnökét támogatja. A lap azt írta, Soros Alex szinte azonnal jelezte a közösségi oldalán, hogy Sorosék döntenek mindenről az Egyesült Államokban. A szerző rámutat, Soros György fia egy közös fotót posztolt az Instagramra Kamala Harris alelnökkel. A bejegyzésben pedig azt írta, itt az ideje, hogy mindannyian összegyűjjünk Kamala Harris mögött, és legyőzzük Donald Trumpot. Ő a legjobb és legképzettebb jelöltünk. Éljen az amerikai álom. Kamala Harris az alelnöknek nem volt eddig komoly politikai teljesítménye. Kamala Harrisnek alelnökként a legfontosabb feladata a határvédelem és a migráció volt, ami egyébként még soha ilyen rossz nem volt, mint az elmúlt években. Erről beszélt kis Rajmond. Az emegy amerikai választási szakértője hozzátette, a demokraták úgy gondolják, hogy egy új kampány indul. Azonban annak szereplője, amennyiben valóban Kamala Harris lesz az elnök jelölt, egyáltalán nem új. Az elmúlt években ő volt az alelnök, részt vett abban a politikában, ami elhibázott volt. Részt vett abban, hogy soha ne, 1930 óta nem volt ekkora államadósága az Egyesült Államoknak. 37 ezer milliárd dollár az adósság, a költségvetési hiány is óriási. Minden egyes lakosra levetítve, a csecsemőtől a száz évesig 37 millió forint adóssága van minden amerikai állampolgárnak. A szakértő szerint a demokraták nem hagyhatják sokáig nyitva a kérdést, hogy ki lesz Donald Trump kihívója. Hiszen látható, hogy a republikánusok egyemberként beálltak az elnök jelöltjük mögé. Ezért a demokratáknak mielőbb el kell dönteniük, hogy kivel folytatják a kampányt.